Köszöntöm a kedves nézőket, a kedves hallgatókat és a kedves vendégeket. Megkülönböztetett figyelemben Békés Márton, a Terrorháza Múzeum kutatási igazgatója. Köszönöm ezt. a meghívást. Köszönjük, hogy eljöttél, és Szilvai Gergőt, a Mandiner munkatársát. Én pedig Kacsó vagyok, a Mandiner.hu főszerkesztő helyettese, és ar arról beszéltünk, hogy ugye nagyon körülölelnek bennünket a newsok és a fake newsok, különösen a háború idején nagyon nehéz már a valóságot és a világot mozgató erőket, ha egyáltalán ez lehetséges megfejteni, és megérteni, vagy egyáltalán tisztában lenni az, hogy mi zajlik körülöttünk. Ezért most nem is ilyen világrend, világmagyarázat, hanem világrendmagyarázatba fognánk, annál is inkább, mert hogy tehát egy, egy afféle big picture-t csúnya importált kifejezéssel élve rajzolnánk, így a háború és az abból fakadó következmények kapcsán. Annál is inkább, mert te egy pucsvírus néven egy igen ütős címmel egy nagyon alapos Köszönöm. elemzést tettél most közel a blogon, amit egyébként kedves nézőinknek és hallgatóinknak is szíves figyelmébe ajánlom, érdemes elolvasni egy elég komoly történelmi visszatekintést is magába foglaló elemzés arról, hogy hogyan jelenik meg az úgynevezett soft power, de talán lehet, hogy ennél keményebb kifejezéseket is használhatnánk a, 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 mai korunkban, és egy vírusként azonosítod azokat a tevékenységeket, amelyeket, amelynek a, hogy mondjam, a Legerősebb vagy legelső képviselő az, az Egyesült Államok, amelyik a saját érdekének megfelelően különböző mozgalmakat, akár forradalmakat támogat a világ egészen különböző pontjain, de mindegyiknél beazonosított, hogy ott egyébként milyen gazdasági és katonai érdekei vannak az Egyesült Államoknak. És ezt a know-how-t olyan szintre fejlesztette, hogy most már egy mutálódott vírussal van dolgunk, és ez nem függetleníthető el az, az ö, attól, amit most. Ukrajnában látunk, illetve attól a konfliktustól, ami ebből az egészből kerekedett, hogy kérlek valahogy a kettő között vonj egy párhuzamot, és egyáltalán vázolt, hogy miért tartod vírusnak ezeket a próbálkozásokat, amelyek megjelennek a világ különböző pontjain. Feladtad a leckét. Jó hosszú bevezetővel készültem, úgyhogy... Most valóban most csak röviden a pucsvírus, mint hangzatos cím, kicsit fricska, és hamarosan jön a második része a, a legalábbis reményeim szerint a szövegnek. Ennek a fantázia címe egyelőre, a az államcsintevők címet kapta, ami pedig leginkább ennek a magyar technológiáját, pontosabban technológusait fogja, Végig venni, igazából az elismerés hangján. Tehát annak nem nagyon látom értelmét, hogy vad, Amerika ellenes adott esetben a hazai vírusgazdák, vírushordozók kapcsán mocskolódásokba, ilyesmibe menjünk bele. Próbáljunk inkább realista módon közelíteni ez, és akkor valóban kapunk egy olyan látképet, amiről te is beszéltél, szerintem arról van szó, hogy a 21. század első ötöde lassan eltelik. Tehát a, a pontosabban az első negyede, mert az első ötöde mögöttünk van, ugye az első húsz év eltelt, és ennek a húsz évnek a végére tett pontot a 3K. Ez a 3K a Covid, Kabul és Kiev. Én úgy gondolom, hogy ez a, ez a három nagyon meghatározza a mögöttünk hagyott éveket. Maga a 21. század első ötödet, tehát első 20 éve lehet úgy is olvasni, mint a színes forradalmak, bársonyos államcsínyek, posztmodern pucsok időszakát, aminek három hulláma van, volt. Volt először a, a 2000-es évek legeleje, Belgrád, Grúzia, Leginkább ez a kettő, és természetesen az első ukrán-narancsos forradalom. Volt egy második felvonás, 2010-es évek eleje, arab tavasz, ami hát mindenütt vérfürdőbe torkolott. Ugye Líbia egy nem működő állam lett, Szíriát az oroszok visszahozták borzalmas áldozatokat szedett ott a terrorizmus iszlám állam képében, és aztán volt a 2010-es évek végén egy, egy dél ázsiai forrongás, milyen már Hongkong leginkább, de egyébként Malázia és Tajvan kapcsán. Majd jött a koronavírus járvány, és amint ott láttuk, oda-vissza tudták egymást fertőzni az országok, hiszen Lengyelország elnézést is kérve lengyel barátaimtól, de hát akik nincsenek túl sokan, mégiscsak így történt, hogy Lengyelország elkezdte Belaruszt, ami hát egy befagyott rezsim olvazgatni, ott egy színes forradalom kísérlet történt, majd a fagyi visszanyalt, mert Lengyelországba visszakerült a, a, vírus, az abortusz szigorítás kapcsán, a Belarushoz nagyon hasonló események zajlottak. Úgy tűnik tehát, hogy a, az új módszer az nem a, a, az nem a régi módszer, mert mi a régi módszer, oda megyünk, partra szállunk, pucsot hajtunk végre, kvízlingeket ö, ö, hatalomra ültetünk, ez a, ez a régi ipari korszaknak az eljárása. Mostanában a forradalom, vagy a színes forradalom az leginkább destabilizációval jár. Megmérgezzük és... Fidel Castro szivarját és búváruháját. De ez a, ez Egyáltalán... a régi, ez a ez a régi, módszer, az új, az új módszer, az, az nem az nem bomba hanem pénzeső. És hát ez a pénzeső ez Magyarországon is bekövetkezett. Mondok egy, egy mindannyian ismerjük ezt a viccet, Lenin a gyerekek labdával véletlenül megrúgják Lenin elvtársat, aki a gulágra küldi őket, és erre azt mondják, hogy elruklok, hogy hát persze, le is lövethette volna őket. Hasonló szerintem a helyzet Magyarországon. 99-2000-ben a buldózer forradalom, amit hát nagyrészt a, a NATO Szerbiát, akkori Jugoszláviát bombázó tevékenysége készített elő, nem csak Belgrádot bombázták, magyar városokra is hullottak bombák. Annak a hadműveletnek az irányítóját úgy hívták, hogy Wesley Clark. Vezlik. Uh, Vezli már kizai Péter jut eszembe már róla, akkor so sokat magyar nemzetet és Magyar Nem, nem hiszem, sőt, sőt, arról van szó, hogy Vezlik Lárk akár le is bombázhatott volna minket, ehelyett csak beült annak a testületnek a bordjába, ahonnan már kizai Pétert finanszírozták. Egy szó mint száz, a cél nem az országok átvétele, nem az országok megszállása, a cél az országok destabilizáló, destabilizáció, és pontosan ezt látjuk például napjaink Bulgáriában de ugyanez a helyzet Csehországban, Szlovákiában, csak a magyar választók bölcsessége okozta, hogy Magyarországon nem így jártunk a legutóbbi választás idején. Most provokatív, meg álnaív leszek, és aztán kérem, Gergő is mondta ezzel kapcsolatban a véleményedet, de hogyha miután mi a nyugati világrendhez tartozunk, tehát hogy a szövetségesi rendszerünkben ott van az Egyesült Államok, tehát az Európai Unió a NATO tagjai vagyunk, tehát hogyha úgy is fogalmazhatnánk, hogy az Egyesült Államok értünk szervez pucsokat, a világ a mi kultúránk érdekében szervez pucsokat. Ér, szervezem a pucsot, nem ellen. Így van, ezt Értem. akartam, ezt a, ezt a szólásmondás kiforgatását akartam behozni, de hogy nagyon nagy a különbség akkor, amikor Magyarországon támogatnak olyan szervezeteket, amelyek destabilizációs tevékenységet folytatnak, vagy egyáltalán mondjuk artikulálnak olyan társadalmi ellenérzéseket, amelyek lehet, hogy nem akkorák, mint amekkorának a nyugati média, meg ők ezt megmutatják, és egészen más, amikor mondjuk ugyanezt Hongkongban csinálják, vagy mondjuk Venezuelában, vagy olyan helyen a világnak, amelyik nem tartozik az ő szövetségi rendszerükhöz. Most még egyetlen dolgot hatozzak be, nagyon Kint, amikor Angela Merkelről kiderült, hogy az amerikai titkosszolgált lehallgatja, akkor én egy, e, hát hogy mondjam, már nevére sem emlékszem, egy magyar e, amerikai iránt elfogult újságíró azzal magyarázta, hogy értünk, hallgatja le Angela Merkel, nem Angela Merkel ellenében. Tehát, hogy nagyon jó, hogy vigyázzánk az Egyesült Államok, el kéne nézni neki ezeket a húzásokat. Hát nézd a Szövegben is, ez az idézett cikkben azért több helyütt meg van említ, hogy vannak színes forradalmak, amik nem sikerültek. Tehát például nem sikerült Iránban, nem sikerült Venezuelában, Belarusban, a Mianmari pucs se sikerült, hiszen a hadsereg egy ellenpucsot, megelőző államcsint hajtott végre, és Hongkongot se sikerült fellázítani. Tegyünk azért különbséget, tehát... Nem kell, és senkinek nem javasolnám, hogy, hogy szimpátia alapján állapítsa meg az egyes országok közötti különbséget, szuver, tehát a, a klasszikus reálpolitika felfogása szerint szuverén államok vannak, amiknek van belső rendje. Az Egyesült Államok belső rendje egészen más, mint Venezueláé, Iráné, egész más, mint Magyarországé. Hagyjuk meg az egyes országoknak, hogy olyan utat válasszanak, amit gondolnak, és azért jelezném, hogy az Egyesült Államokban mondjuk a BLM zavargások idején, vagy például a Kapitólium ostrománál tavaly év elején azért lezajlottak olyan jelenetek, amik nem egy jól működő demokráciának a kulisszáihoz tartoznak azok a rezsimek, amelyek a színes forradalmak a kezdeményeit megakadályozták, lehet, hogy a nyugat számára nem a legjobb illatú rezsimek, most viszont úgy látom, hogy mégis Venezuelától vásárol olajat az Egyesült Államok. Tehát persze a kettős mérce lerágott csont, Ugyanakkor mégis arról van szó, hogy Közép-Európában is és világszerte is zajlanak olyan beavatkozások, olyan operatív tevékenységek, amelyek képesek az adott országokat destabilizálni. Függetlenül egyébként attól, hogy milyen, mennyire jó illatú rezsim van ott. Nem javasolnám senkinek az egyoldalú, csak nyugati szemszögből nézett rezsim mert ha így nézzük a rezsimeket, akkor annak a vége az lesz, hogy az Európa-tanács Magyarországot úgymond ellenőrzése alá vonja, de hát hopp, a, hop, a mai napon éppen ez történt. Szóval azt gondolom, hogy óvatosan ezzel a világ, Egyszerű, vagy, vagy, vagy túl egyértelmű, liberális, demokratikus mérce szerinti felosztása ö, oda vezet, ö, hogy Magyarország nagyon könnyen a, a, olyan országok között ö, találja magát, amelyek ellenében színes forradalmakat ö, szokás szervezni. Uh -huh. Gergő, te hogy látod ezeket a folyamatokat? Mennyire hát, félelmetes ez az hát, egész bár koncepció? A... Úgy is kérdezhetném. Hát, nyilván az, az ilyen koncepciók mindig e, hát tesszük félelmetesnek is, de, de, de hát nagy vagy, vagy az ember, hogy akár még te is írott, vagy mondtad, hogy akár még elismerést is kiválthat, csak nem, nem támogatólag, tehát hogy rácsodálkoztam, hogy fú, hát ez össze volt rakva, de nem is ide akarok kiukadni, hanem, hanem már pedzigettétek azt, amire gondolok, hogy a, a mi tragédiánk, a magunk fajták tragédiája, mint közép-európai jobboldaiak, az az, hogy ugyanazt a destabilizációs technikát használják nyilvánvaló egyértelmű totalitárius rezsimek ellen, meg mondjuk, meg mondjuk, nyugati jobboldali kormányok ellen, meg, köztes megoldások ellen, nem tudom, autóri rendszerek, stb. nem demokrácia, de, de a nép szemébe legitim, és ilyesmik. És, és most a szélséges példa lesz, de hogy, hogy gyakorlatilag észak is ugyanott kötnék ki szívük szerint, és nyilván mi, mi meg örülnék, ha nem lenne észak a kommunista rezsim, de, de jó kérdés, igen, hogy, hogy jó-e, hogyha igen, ezek csak, a csak ez a, ]kel. tehát én azt gondolom, hogy erről a gondolkodásról kell leszokni. Tehát teszek én arra, hogy Észak-Koreában milyen rezsim van. Miért az én dolgom, hogy magyar, akár magyar jobboldali ként, vagy hogy Tajvanba mi a helyzet, de nézhetem úgy is a kérdést, hogy száz évnyi brit gyarmatosítás után 1997-ben Kína ö, szuverenitás alá visszakerült ö, Hongkong. Száz évig gyarmatosították Így Hongkongot, tessék tudomásul venni. Utána jönnek a, a hongkongi tüntetők, akikről pontosan ö, tudni lehet, hogy a, a USAID, ö, a Szabad Európa, a Canvas és más ö, amerikai frontorganizációk képezték ki őket, és csinálnak egy esernyős forradalmat, meg csinálnak egy második színes forradalmat. Ezzel próbálván Kína szuverenitása alól elszakítani Hongkongot. Tessék, tudomásul venni, hogy az egymilliárd lakosságú Kína hivatalos állam filozófiája az egy Kína elve. Ez lehet, hogy a nyugatnak nem tetszik, vagy a, a brit lobogóval feldíszített civil társadalmi, forradalmi élcsapatnak nem tetszik, de hát mégis csak egy ország szuverenitásáról van szó a vérzőszívű szolidaritás és, és, más egyéb is természetesen hát egészen nyugodtan mert az ellenzéki médiából, a, amikor 19-ben elkezdődött a, a második színes forradalom Hongkongba, akkor a 444-től kezdve más fórumokon át verték a harci dobokat, hogy na hát akkor most akkor Hongkong... Életünket végre, és vérünket Hongkong Hongkongért. Kongért, és végre Hongkong szabad lesz. Megkérdezném, hogy Hongkong a brit gyarmatosítás alatt akkor szabad, szabad volt? Tehát volt a el, gyarmati igen. uralom, ami ellen egyébként a, a meg a, a gyarmati kolonizációs gondolkodás, ami ellen egyébként a másik támogatott progresszív, elvegyüttes a BLM megy, az akkor rossz, de amikor kínálva szembe kell kiátszani ezt a, ezt a kártyát, akkor, akkor jó. Szóval ezek jó, jó volna, ha nem szólogatnánk bele más országok berrendjébe, mert aztán a végén ott leszünk, hogy a mi berrendünkbe is hirtelen bele fognak szólni. Nekem az a, a koncepcióm, és utána gyorsan átadom megint a szót, hogy valójában ez, amit a, ezek a szervezetek, amelyek a frontvonalba kerülnek az ilyen konfliktusok idején, a USA-d és a többiek, vagy akár a Soros György által elképzelt nyílt koncepcióját propagáló különböző területeken beindított szervezetek, legyen az hajléktalan ellátás, Roma ügy, ö, oktatás, bármi, mindegyikre van egy olyan delegált, ö, antikorrupció, jogállamiság, mindegyikre van egy delegált transzparen, abszolút. A legszebb szavak a világon, ugye a századig századot idézik ö, a jövőt, de a lényeg a lényeg, hogy ezek csak, ö, hogy mondjam, kirakat ügyek, tehát hogy létezik mögötte akár szakpolitikai megalapozás, vagy akár az abban dolgozók részéről egy elkötelezettség az egyes szervezeti alkalmazatok körében. Le, ez létezik, de valójában mindig csak akkor, alkalmazzák, amikor mögötte megjelenik egy politikai érdek is. Tehát, hogy innentől kezdve, innentől kezdve a jelenlegi konfliktusban az Egyesült Államok az érdekét képviseli, és nem csak a jelenlegi konfliktusban, hanem itt tett a történelm során mindig. A front office volt az, hogy ez egy jó ügyért történik. A valóság a háttérben egy gazdasági, politikai érdek volt. Utólag egyébként történelmileg sokkal könnyebb megfejteni, hogy ez hogy volt. A jelenben mindig egy kicsit nehezebb. Kína mit tesz, ugyanezt az érdekét képviseli, terjeszkedik az, a gazdaságát Ilyenek erősítő. A Oroszország mit tesz, az érdekét képviseli, persze nyilván vitatható módon történik valamennyi. Cs Csak tudod, az van, Csak hogy Európa ha... nem teszi ezt, erre akartam Európa nem az, érdeké, nem, nem, nem az érdekei, hanem az értékei mentén. Próbálja Próbál. tenni, maximum nem látod annyira, de de Oroszországban nincsen, mondjuk az Oroszországban, mert Kínában mondjuk olyan rezsim lenne, amit tetszik a nyugatribesoknak, akkor is érvényes tennék a nagyhatalmi érdekeiket, mert azok nagyhatalmak, vagy legalábbis gondolom én. Tehát, hogy nem a, nem a politikai berendezkedéstől függ az, hogy, hogy egy nagyhatalom nagyhatalmi érdekeket, érdekeket érvényesít-e, hanem attól, hogy ő egy nagyhatalom, vagy teotológéket mondják. Az előző gondolatmenethez még, hogy befejezem, valóban nem a mi dolgunk az, hogy hogy rezsimeket megítéljünk meg, nem tudom, a nyugati világ dolog, megdöntsön vagy ne, de ahova ki akarok működni az az, hogy hogy egy csomó olyan rezsim, ami mondjuk egy nyugati liberálisnak nem tetszik, mondjuk közép ázsia vagy Afrika, vagy Dél-Amerikába, lehet, hogy tetszik a helyieknek. És ugye az arab tavasznál egyébként belefutottunk, vagy belefutott a nyugati világ ilyen dolgokba, hogy nem, nem liberális demokrata rezsim jött a, a leváltott rezsim helyett, hanem esetleg még akár egy diktatúrikusabb, teokratikusabb ö, rezsim. Tehát nem biztos, hogy a nép az egyébként, no, az egyébként. Irak, ez a klasszikus közhelyes télnek Irak, vagy Afganisztán, ahol most nem tudom, hogy a, gondolom, hogy a nép túlnyomó többség nem biztos, hogy egyetett a talibán, de a talibán töltötte be a, a hatalmi vákumot, amikor kivonult Amerika. Tehát ilyen szempontból akárhogy is ítéli meg a nyugat egy rezsimnek a, a nem, erkölcsiségét, vagy nem tudom, hogy mondjam, e, még egyszerűen még nem biztos, hogy hatalma is van azt kicserén olyanra, amire ő szeretné, és meg más kérdés az, hogy mennyire elköltség legitim egyébként olyan rezsimet, hogy nem, a helyi nép nem akar, mert ők mondjuk nem hisznek a liberális demokráciába. Szóval csak ezt akartam. Történészként az embernek mindig könnyű dolga van, vissza lehet menekülni a múltba, és akkor a napi kérdésekre nem kell válaszolni, de, de nem történész a történész azért, hogyha az összefüggés nem világítja meg. Hát nézzük csak meg, a NATO legfontosabb földközi-tengeri bázis országait a 60-as évek végén, 70-es évek elején szalazári, portugália, frankóféle, spanyolország, az ezredesek huntája által vezetett Görögország, és természetesen Törökország, ami, ami megint egy földközi tenger keleti medencében, egy megint egy nem éppen liberális, demokratikus rezsim volt a 50-es, 60-as, 70-es években. De hát említhetném a Pinochet féle hatalomváltást, ami mégiscsak a CIA által végrehajtott államcsíny volt a baloldali rezsim ellen, tehát a és egészen a Helsinki Nikaragua. okmány, Nicaragua, egészen a Helsinki ö, okmány aláírásáig az Egyesült Államok nyíltan ö, támogatott olyan rezsimeket, amelyeket ma biztos nem tennem. Ma ugye éppen ellenkező a helyzet, a liberális ö, demokráciákban van a bizalom, és az a fajta rea, reál politikai ö, gondolat megszűnt, hogy béké hagyom azt, hogy mi a belső berendezkedésed, ha a szövetségesen vagy. És ennek lett a vége az, hogy nagyon tetszett, amit mondtál, hogy a, a, a Észak-Afrikában és a közel-keleten az egyébként kiismert, ellenőrizhető pénzügyileg és a nemzetközi rendszerbe való integrációja miatt, hát mégiscsak megszorongatható rezsimek, Líbia, Szíria, Irak és... Egyiptom ellenőrizhető nemzetközileg egyébként integrált autokráciáit megdöntögették, nagyon sokszor bombázással. Érdekes, most mindenki orosz agresszióról beszél, de amikor Jugoszláviát, Líbiát, Irakot, Szíriát bombázták, akkor az valahogy nem volt agresszió. ezt Jobb szemlegi... volt a sajtója. Ezt, ez, ez biztos a jobb meg a, a meg igen, igen, a jobb jövőt azt mindig hullahegyek szegélyezik, ezt a kommunizmus történetéből is ismerjük. Szóval ehelyett elindult egy olyan dominó hatás, hogy sorra ezek az országok bedőltek. De helyettük nem ellenőrizhető, esetleg jobb illatú autokráciák jöttek létre, hanem jött a muszlim testvériség, vagy valami annál is rosszabb. Tehát a klasszikus reálpolitika azt mondja, hogy hagyjad Assadot a, a helyén, megszoktad, ismered, lehet irányítani, vezetni, adott esetben szankcionálni, és nem jó, ha helyette elszabadul a káosz. Vagy sajnán... Líbiában Katafi az a nyugat Tehát, szempontjából, vagy a, a, a bevándorlás válság szempontjából az egy nagy. Hát sokkal jobb volt, és ráadásul válsolt, a, a terror elleni hogy... háborút é, és is, és is támogatta, hiszen ezeket a rezsimeket jellemző módon ugyanazokat fundamentalista ö, csoportok támadták, amelyek egyébként a nyugati ö, világrendet is. Bonyolultnak tűnik a, 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 az összefüggés, valójában arról van szó, hogy a nyugati geopolitikai gondolkodás letért a realista felfogásnak az útjáról, amelynek hát ugye az utolsó nagy vezető, egykor vezető beosztású dohányja, maga Henry Kissinger is, hát a legutóbbi Davoszi fórumon azért ezt szóvá tette. Kap is érte legutóbb, azt stóták fel neki, hogy az elmúlt 30 évben nem volt olyan aktív, mint most ezekben a napokban, de hát, de hát az elmúlt tán... 30 évben nem is történt. Ilyes, így mondjuk van. Mondjuk atomháború szélére Én képezem, volt, ő szerintem azért elég sok vacsorát így, beszélgetett így, a, azokkal, így van, akiknek tanácsot ad egyébként van, a Kínával. Ha meg Kissinger, van. akkor ugye ez, ez tényleg csak egy mellékvágány lenne. tetted az egy Kína koncepciót, az az ő idején, ha jól emlékszem, hát, hogy az ő aktív politizálása de, 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 idején, az Egyesült Államok jóváhagyásával. Találkozó, így van? Igen, tehát az, voltak azért olyan lépések az elmúlt 50-60 évben, amik inkább a béke és a, hogy, a globális együttműködés irányába mutattak. Hát most nem itt tartunk. Tehát, Jósolni nem akarok, pláne, hogyha történészek vannak itt együtt hárman ráadásul. Viszont ha már szóba került az orosz-ukrán konfliktus, ugye, és a Terrorháza Múzeum egyik vezetője van itt, Smit Mária legújabb könyvét mindenképpen ajánlanám ugyancsak a hallgatóinknak, nézőinknek, meg hát magunknak is, aki, a, a, bemutatója az a, meg, a podcast megjelenésének előző napján volt, tehát éppen ma, amikor fölvesszük. De adott a, ennek, nem csak ennek kapcsán, sok minden kapcsolatban adott egy interjút a Mandinernek főigazgatóasszony, és kitér természetesen a könyvre is, és arról beszélt, hogy Lindsey Graham, amerikai szenátor híres mondata, ami szerint az utolsó ukránik fognak harcolni a nyugati oldalon hatalmai, vagyis akár érthetjük úgy is, hogy az amerikaiak az utolsó ukránik fognak harcolni. És ez volt mindenki mástak is, hogy legyenek szívesek ezt tenni velük. Egy... És úgy tűnik, hogy ebben az irányba megyünk. egy, egy, mégiscsak egy kis jóslást, vagy, vagy nem tudom, egy ilyen helyzetelemzést, amiből kikacsintunk a potenciális jövő felé, akár nagyvonalban szeretnék kérni tőletek, hogy ugye az elmúlt hetek fejleményei az, az abszolút az eszkaláció jegyében teltek, tehát felrobbant egy a krímet és Or Oroszországot összekötő híd. Aztán kijevet újra elég hevesen elkezdték az oroszok kvázi erre reagálva bombázni. Úgy tűnik, hogy a béke napról napra távolodik, miközben a, a béke igénye szerintem Európában mindenképpen napról napra nő, legalábbis a társadalmak szintjén. A politikusokból ne beszéljünk. Hogy, hogy remélem jól mondom, a szirai mészáros, vagy mi volt neki a... Armageddon tábornok, Armageddon tábor. a szíriai mészárost más valakire mondták, de Wesley Clark nem szokta a mészáros nevet kiérdemelni, holott Jugoszlávia bombázásában több tucat gyermek meghalt, amire Madeleine Albright annak idején azt mondta, hogy hát ez belefér. Tehát a szerb gyerekek nem nem jelentenek problémát. Ilyen esetekben a NATO beavatkozás az kifejezetten jó. Irak, Afganisztán, Szíria, Líbia temetői nyugodtan megtelhetnek. De más esetben osztogatjuk a mészáros és egyéb jelzőket. Szintén nyilván kettős mérce, csak arra akarok maliciózus módon rávilágítani, hogy PR-háború közepén vagyunk. Hát nyilván a szerbek gyilkossága, meg az oroszok gyilkossága, ezok többet érnek ebben a PR-háborúban, miközben nyilván. Ami szörnyű, egy szörnyű véralgebra. De, de azok is vannak, egyébként, tehát. Hogy... Egy szörnyű véralgebra, ezért lenne jó a. Béke felé mozol, én úgy látom, hogy Európában, Orbán Viktoron kívül itt békét senki nem akar. Hát hozzam-e még Ferenc pápát, ő, ő az, aki kiált mellette abszolút így van. Ezzel ellentétben viszont semmi másról nem hallunk, mint fegyverszállításról, sőt, rendszer szállításról, logisztikai segítségadásról, és Kievben pedig kiállítottak egy bélyegívet, ami a Kercsi szorosan átívelő hídnak a megsemmisítését ábrázolja, amit a magyar baliberális sajtó úgy tálalt, hogy Putyin hídját megsemmisítették. Szóval azért a kercsi szoroson áthaladó híd talán nem Putyin higgya. Ez is, ez is a háború része, hogy ami orosz, az innentől kezdve az mind putin, ami ukrán, az pedig innentől kezdve mind ö, csodaszép és nagyszerű, hiába a háború előtt, például a Freedom House Ukrajnát korrupciós tekintetben nagyon erősen leminősítette. Most ilyen hangokat nem hallok. A Guardian pedig Go majdnem, hogy az Gondolom, hogy ha most valami csoda folytán mondjuk elfoglalnak a krímet az ukránok, akkor rögtön nem Putyin higgya lenne, hanem egy, hanem egy fontos szabadság hív, mert szabadság, úgy, ugye, Csak az már foglalt. Vagy, 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 vagy bármi más. Úgyhogy, hát én nem én, én egy pessimist vagyok egyébként az egész konfliktus kiáltással kapcsolatban. Szerintem ez egy elhúzódó konfliktus lesz. és erre Európa rásegít. Josh, Josh Hammer írta a Newsweek-en egy izgalmas publicisztikát, amiben amit Lincz Égre elolvashatna egyébként, azt írta benne, hogy hogy van itt, ugye, úgy most kijelent, most bombázták ugye, de a nagy részt nagyrészt kelet-ukrajnában zajlik, és azt írta, hogy van itt három-négy megye, aminek a, mondjuk a krím lakossága túlnyomó többségében orosz, a többi megye az nagyjából fele-fele, tehát etnikailag kevert területek, eh, hol mennyire, de eh, hogy miközben Amerikának egy stratégia, nem fontos, ebben lehet, hogy nincs igaza, eh, etnikailag kevert, szláv a régiónak a a hova tartozásához. Tehát, tehát, igazából ezt, ezt próbálta Josh Hammer az amerikai olvasók figyelmébe ajánlani. Nyilván ennél egy fokkal bonyolultabb a helyzet, amit ő írt, de, de szerintem ez egy, egy Érdekes hang, amit két, meg lehetne hallani. Két jelenséget dobnék csak még be ebbe a diskurzusba. Az egyik, amit egy liberális podcastben hallottam, egyébként ott is valami lapszemle kapcsán került szóba, hogy a balti államokban most már politikusok állnak ki a mellett, hogyha érkeznek Oroszországból olyan menekültek, akik a sorozás elől menekülnek nyugatra, és eddig is mondjuk vélhetően nem jó szemmel néztek a háborúra, azok menekülnének nyugatra, őket nem szabad beengedni, hiszen az orosz nép, ha nem is így hangzott, hogy kollektíve, de egy az egyben felelős azért, hogy Putyin elindította ezt a háborút. Tehát meg, meg ez a, ez, a, ez engem a 45-ös és győzelem utáni német deportálások mögött meghúzódó ideológiára, de még nagyon meredek lesz, amit mondok, akár még a holokauszra visszavezethető gondolkodásra emlékeztet, amikor hát ugye arról van hogy Putyin diktátor, tehát ő az, aki rákényszerítette a nyugati zsargon szerint az akaratát a népére, most pedig a népét tesszük felelőssé, és nem engedünk be oroszokat. Európa területén még akkor is, hogyha menekülnének. Most nem tudom, hogy mi a helyes morális álláspont ez egyébként az, ez egy ilyen helyzetben. Ez el, amit elvileg a nyugat nem val magáénak, de néha mégis. A másik pedig, ami a eszembe szépen. jutott az, hogy a legutóbbi szankciós csomag bizonyos intézkedései 2024 előtt nem fognak hatályba lépni. Tehát, hogyha arról beszélünk, hogy a szankciós csomag célja, hogy. Megállítsa az orosz hadsereget, és most azonnal prompt megoldásként a háborút is megállítsa, legyőzzük az oroszokat, akkor miért hozunk két évvel később hatályba lépő szankciókat, ha csak nem az a cél, hogy ez egy nagyon-nagyon elhúzódó konfliktus piár legyen, PR-háború, háború, és ez a kettőt összerakjuk. Arról van szó, hogy az oroszok, úgy ahogy van, egy bűnös nemzet, és az oroszokat zárjuk ki a nyugati együttműködés potenciális lehetőségéből is. Függetlenül attól, hogy Putyin vagy hogy hívjuk a, a vezetőjüket. Jó, hát én úgy, Hosszú távon ez nagyon. Úgy érzem, kemény. hogy a közepébe ö, csöppentünk, és ö, erről, erről azt gondolom, hogy ö, Oroszország és Európa nem csak energetikai, nem csak ö, biztonságpolitikai, nem csak gazdasági, hm. hanem kulturális. Elszakítása az egy régi angol száz projekt. Tehát ez egy olyan, akár a Napóleon utáni európai világrend idejére visszamenő, tehát körülbelül 200 éves törekvés, amelynek most a főképviselője az Egyesült Államok. Ez Európában. Most már láthatóan egyébként élelmiszeripari, vegyipari, autóipari és mindenek előtt energetikai krízist fog hozni. A kulturális vonatkozását azért nem hozom ide, mert ez a történetnek az első olyan háborúja. Ugye a 91-es öböl háború volt az, ahol élő egyenesben a televízióban lehetett látni a háborút. Ez az első háború, ahol élő egyenesben a Twitteren és a Facebookon is Zajlik és a, a, a és a telegramon és más egyéb social media felületeken, vagyis itt az információ hadviselés legalább, a háború, én szerintem felét kiteszi. Ennek része az a kulturális hadművelet is, hogy az orosz macskákat eltiltották a nemzetközi macskaversenyen való indulástól. Sajnos Magyarországon is előfordult az, ami szerintem szégyenletes, hogy valaki orosz származása miatt művészeti projektben nem vehet részt, én ezt elviselhetetlen rasszizmusnak tartom. És közben a háborúnak van egy ennél azért jóval szélesebb és mélyebb frontvonala, ami nem csak Európa meg Oroszországtól egymástól való elválasztását okozza, de hát Európa alávetését annak a egykori európai gyarmatnak, Egyesült Államoknak, ami most, mintha Európát gyarmatosítaná. Európa stratégiai. Kezdeményezés és stratégiai autonómiáját elvesztette Európában néven nevezhető, komoly hanggal rendelkező államférfi, mondjuk olyan állam élén, ami minimum 50-60 milliós sajnos nincsen. Európában Orbán Viktor az egyetlen, aki a, aki a békét tűzi ki célul, aki béketárgyalásra szólít fel, nem akarnak rá hallgatni, ez szerintem évtizedekig elnyúló probléma lesz. És hogy eközben mi lesz a háborúban? Nagyon egyszerű, az Egyesült Államok célja az, hogy a háborút elnyújtsa. Az elenszki rezsim abban reménykedik, hogy legalábbis ezt mondja, hogy területeket vehet vissza. Hát ugye jelen pillanatban az Oroszországi Föderáció csapatai állomásoznak Ukrajna területének ötödén, ez egy hatalmas nagy terület. Az orosz hadicél ki lett jelölve a háború elején, egy olyan széleskörű hadicél, amit azért kérdéses, hogy hogy lehet majd érvényesíteni. Viszont az Oroszországi Föderáció katonai stratégiája ugyanaz, mint a második világháborúban. Tömeghadsereg lassú, felörlő háborút vív, leginkább gépesített erőkkel, most már ugye, korszerű rakéta, sőt iráni fejlesztésű dróntechnikával is. Az oroszok ebben a konfliktusban egy ideig még ráérnek. Ez a ráérés, ez években mérhető. Ukrajna közbe kiürül, Ukrajna városait bombázzák, az ukrán hadviselésre alkalmas férfi erő rohamosan szűkül, viszont öntik bele a fegyvert, az instruktorokat, a logisztikát. Mondaná az ember, hogy hát nem lesz ennek jó vége, ha ez egy Pakisztán és India határán lévő tartományi konfliktus lenne, csak hogy ez a háború a határaink mellett zajlik, a határunk mellett lévő Európa legnagyobb területű országában zajlik, amit a világ legnagyobb területű országa támad meg. Forró a helyzet? Forró a helyzet. Visszakanyarodnék arra, ami, ami a veszőparipám, hogy ebben az egész szörnyűséges, kataklizmikus Armageddont idéző, vagy afelé tartó konfliktusban tényleg csak egyetlen egy aktor, egyetlen egy szereplő, mintha nem ismerné fel a saját érdekét. Uh, már hogyha ezt egységként kezelhetjük, ez maga az Európai Unió, legalábbis annak az intézményei, mert azt egyébként még soha senki nem tudta elmagyarázni, hogy ezek a szankciós csomagok egyébként milyen műhelyekben születnek, mert azt, azt, mindig látjuk, hogy elfogadják őket néha kompromisszumok árán, mert ugye a magyar kormány hajlandó kivételek megadása mellett például a kőolaja kapcsolatban nem megbontani ezt az európai egységet, de hogy egyáltalán milyen műhelyben, milyen számítások mentén, milyen észérvek mentén születik azon túl, hogy pusztuljon Oroszország, és ezzel pusztulni is fog, nem nagyon hallunk. Tehát, hogy valahogy úgy tűnik, hogy mindenkit be tudunk azonosítani ebben a, ezen a saktában, ami a világpolitikát jelenti most, a termelő országok érdekeit, és annak mentén, ahogy ők reagálnak erre a helyzetre, a dél-amerikai országok érdekeit. Szegény Afrika van a legkevésbé nyilván potens helyzetben, de hát ez nem újdonság. Viszont rá azokra, azokra az országokra is hatása van a konfliktus. Csak Európa az, amely egyes utámokról ugye sokat beszéltünk. Európa az, amelyik úgy tűnik, hogy mintha csak sodródna, és egy ilyen jó emberkedő a, a soros és egyéb NGO-k jelszavai mentén a nyugati sajtó rendjelenkezően működne csak, és nem lenne mögötte az a megalapozottság, ami például minden más országnál ott van. Ö, mi lesz így az Európai Unióval, hogyha lehetek ennyire leegyszerűsítő? Gerül, most. Hát, a... hát magává, Hogy az EU vezetésével mi lesz, azt jelen pillanatban nem tudom, de. Nekem egyre inkább úgy tűnik, de ezt is már sokszor elmondtam itt is, mert más is, hogy, hogy nem biztos, hogy minden kormány tavaszig a helyén marad. Tehát engem érdekel, hogy tavasszal milyen kormányok lesznek Európában, főleg mondjuk Északon. tehát ahol hidegebb van. Gond a németekre, ahol nap, naponta tüntetnek. Tehát számos országban vannak egyre demonstrációk egyre, egyre gyakrabban, és, és még csak október közepe van, ugye? Tehát meglátjuk, mi lesz később. Szóval engem érdekel ez, hogy, hogy, egyáltalán a tagállamokban milyen kormányok lesznek, és ezután szerintem legkésőbb a következő EP választásokkor um, pedig ugye lecsérjük az Európai Parlamentet, meglátjuk, hogy ez nem tudom, hogy marad-e a mostani Európai Parlamenti Status quo. Um, Szerintem az Európai Néppártra jönnek a legrosszabb idők. Um, a bal oldalt nem tudom, de talán arra is. Ehm, és utána ugye Fond elejénről meg magunk a írtuk azt, hogy elszigetelődött, hogy kérdeztet a szankciós csomagokat, hogy hol születnek. Ugye általában az Európai Unió tanácsában úgy születnek döntések, hogy azokat előtte megfutatják, és a többi Fond meg így oda pakogatja az intézkedését, hogy akkor ezt kéne elfogadni, ami miatt már, már Krutte is, aki nem igazán kedvel minket, is egyre mérgesebb. Ehm, szóval nem, nem látom a hírek szerint nem túl stabil az európai növezetése. Fond elején nyilván egy bizottsági elnököt nem, nem lehet úgy lecserélni, de. mintha mondjuk most megbukik egy kormány egy, egy demonstráció miatt, vagy a népelégedetlenség miatt, tehát szerintem maradni fog a ciklus a végéig. Érdekes csavar ebben a sztoriban, hogyha a Fondalány -e leválthatóságáról beszélünk, hogy jelenlás szerint az az Európai Parlament pedzegeti a leváltását, Igen. ami egy történelmi aktus lenne egy, egy ilyen Európai nős Az nős Európai Parlament a most olyan borosztóságban lehet, még rosszabb lenne nekünk a leváltanás. Akik el, azzal eléged, azért akarják leváltani, mert elégedetlenek azzal a kompromisszumkészséggel, azzal a minimális kompromisszumkészséggel, amit Lengyelország és Magyarország Irányában az Európai Bizottság tanúsít. Még egy kérdés, hogy az Európai Unió jövőjét nem is tudjuk nyilván megfejteni, meg még ötször föl fogom ezt a kérdést tenni, hanem 55-ször a következő időszakban. De ugye Berlinben Orbán Viktor beszélt arról, hogy a béke egyik reménye az Donald Trump. Yeah teljes mértékben így van. Azért Donald Trumpról sok mindent lehet gondolni. Azt azért adjuk meg neki, hogy ez volt az Egyesült Államok elmúlt 70 évében, sőt tulajdonképpen Kulics elnök óta, 20-as, 30-as évek óta az első olyan amerikai adminisztráció, amely nem indított tengeren túli háborút, és Donald Trump geopolitikai Víziójában az oroszok és Kína elhatárolása volt a cél. Most Biden elnök idén az oroszokat és a kínaiakat sikerült egybe terelni, és éppen a Nixon és Mao megállapodás után pontosan 50 évvel született meg egy Peking-Moszkva egymásra találás Putyin elnök és Xi elnök között olyan geopolitikai hibák történnek, amelyet részünkről Európában tetéz az, hogy az Európai Unió, mint egy pilóta nélküli repülőgép lenne, amit joystickkal irányítanak Washingtonból. Nincs stratégiai autonómia, nincs önálló döntéshozatal. Ugyanakkor fel kell tenni azt a kérdést, hogy az európai Uniónak az orosz-ukrán háborúba való önmaga beleártása, hiszen miniszterelnök úr jól kiválóan megfogalmazza, egy energetikai törpéről van szó. Egyébként, ami katonailag is törpe, vagy még a már mint uniós szinten, Európai Uniós hadsereg ilyen formán nem létezik, közös parancsnokság nem létezik, NATO alá van vetve a kontinens önálló akarat nem létezik, az északi áramlat kettő főrobbantásába valahogy úgy beletörődött a kontinens hatalmas ö, probléma. Szóval ebben a helyzetben fel kell tenni azt a kérdést, hogy egy nem NATO-tag, nem EU-tag ország keleti felében zajló háború, mégis Európának és napláne az Európai Uniónak, mégis milyen módon érdeke ö, ebbe, beleszólni. Nem azt mondom, hogy az orosz-ukrán háború olyan távol van, mint a jelenlegi közép-ázsiai határvillongások, na de hát az Euró-Atlanti integrációnak Ukrajna nem a része, és arra reménye Ukrajnának, hogy év belátható időn belül, tehát évtizedeken belül a része legyen, nincs nagyon, ha csak az Egyesült Államok máshogy nem dönt. Hát komoly kivételeket kéne tenni, hogyha komolyan venni az Európai Unió a csatlakozási szerződést. Hát nem, meg tehát hasonlókat. háborúban álló a Nem, ország, is, nem igen. is csatlakozhat. Igen, de jogállamisági kérdések is fölmerülnek, de ezeket nyilván most ezekkel senki nem foglalkozik, mert hiszen háború van. Én egyébként azt gondolom, hogy az Európai Unió a első reakciója, hogy valamit kellett mondani erre a konfliktus, az szerintem természetes volt, de most jutott el egy olyan helyzetbe, vagy az elmúlt hónapokban jutott el igazából olyan szintre a konfliktus, hogy az látszik, hogy befagyott, és innentől ilyenkor kell tárgyalni. Tehát, hogyha nem azt akarjuk, hogy eszkaláció legyen, vagy elhúzódás, akkor ilyenkor morálisan is vállalható pozíció, mert ugye arról még nem beszéltünk, hogy minden ilyen önérdekkel szemben tűnő intézkedés, mint amilyen mondjuk a szankciók, vagy bármi, amit az Európai Unió csinál ebben a konfliktusban, az le van öntve egy olyan mázzal, miszerint mi miszerint mi a jó oldalon vagyunk, innentől kezdve minden áldozatot és minden akár rossz döntést is megér, hogy a jó oldalon maradjunk. Igen, csak ugye. Előri... Ez a sajtója az egésznek? És van benne egy morális egy... hangulat, amit az ember úgy is érzi magát, hogy ebben azért van valami. Hát hogy ne lenne? Erért el, el, van a Napokban egyesztetást, hogy, hogy ha még esetleg el is lehet dönteni, hogy háborúban ki a, a nem tudom, az a fél, akinek erkölcsi igaza van, neked kívülállóként akkor sincs semmiféle kötelességed, semmilyen erkölcsi rendszer szerint, vagy lehet, hogy az EU erkölcsi rendszer szerint, szerint igen, de, de bevett erkölcsi rendszerek szerint nem kötelességed beavatkozni. Nem mondom, hogy, hogy egy ország vagy egy külső hatalom egyáltalán nem teheti meg, hogy beavatkozik akár erkölcsi érvek mentén is, bár pusztán erkölcsi érvek mögött szerintem mindig van valami más is, de hogy kötelességed nincsen. Tehát nincs az EU-nak, meg senki másnak olyan kötelesség, hogy beavatkozzon pláne, hogyha még csak nem is tudsz úgy beavatkozni, hogy abból jó gyerek ki, tehát hogy megfelelő erőd van, akkor, akkor pláne tartsd magad ettől távol. Egyébként, amit mondasz, az eszkaláció kérdésköre, azt szerintem látszik mondjuk legkésőbb azóta, hogy ugye a, a lengyelek visszatértek a v hogy uh, fogja lelkesedés, és ezt minden a tudjuk a legtöbb konfliktusról, hogy van az időszak, amíg tart mondjuk azoknak a lelkesedése, akik uh, akik kívülről nem tudom, drukkolnak, valamelyik félnek, és esetleg mondjuk érinti őket szankciók. de aztán ezek egy fogy. tehát elfáradnak az emberek, és egyébként nem is követik olyan hosszan. Tehát ha, ha, ha mondjuk a háború első időszakát azt nagyon követte mindenki, most már elkezdte kicsit kevésbé követni, és a, tehát minden elfogy az újdonság újdonságérték a dolognak, stb. 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 Belefáradnak az emberek, és nem lesz kedvük ugyanannyira kiállni Ukrajna mellett azoknak se, akik úgy gondolkodtak tőle nyugatra, mint mondjuk februárban. Pláne, hogy jön a tél. A következő februárban pedig... meg aztán pláne kíváncsi azok A pedig nincsenek fullosan -e európai pont. szinten. Vége felé közeledve a beszélgetésnek, amit szerintem akár bármeddig tudnánk folytatni, mert csomó mindenre nem tértünk ki, vagy talán félbe is hagytunk néhány gondolatot, de a magyar ellenzékről azért beszéljünk, mert ha jól sejtem, akkor a, a, pucsvírus után következik az ellenzék vesézésre, legalábbis annak a jelenségnek a, megfejtése, hogy ugyan milyen eszközökkel és milyen megfontolások és milyen anyagi források segítségével próbálkoztak Egyesült Államokból néhányan. Most idézem a hivatalos magyarázatot becsatornázni adományozók pénzét a magyar választási kampányban. Ugye ezt Márkizaj Péter személyesen, ez egy unikális dolog szerintem az elmúlt tíz évből, vagy akár 30 évből, Márkizaj Péter személyesen büszkén vallotta be, hogy mekkora összeg érkezett, melyik szervezettől. Annak gyorsan utána lehet tehát nézni, hogy ez a szervezet ez, ez, kivezeti, hát igen közel van a budapesti városházához, a és, és, Washingtonhoz részleten. is nagyon közel van, és éppen New Yorkban lakik, igen. És éppen palagáz De most volt egy időben. Mi? És palag... Tehát akkor nem zöld politikus ennyit azért meg... Nem, még... nem, egy palagáz lobbistáról van szó, szóval éppen a tegnap jelent meg a Megafon videója ezzel kapcsolatban, hát rengeteget foglalkoztatok vele a Mandinere, és így van, mindent tudunk erről a háttérszervezetről már a munkátoknak köszönhetően. Így van, de azért lesz talán folytatása, mert ugye Korányi Dávidról beszélünk, illetve az ő csapatáról, akik olyan emberek vannak, mint Wesley Clark, akiről már korábban szó esett, nem akárkik, fogalmazunk hogy úgy, nem, akár akárkik, nem, nem. egy ártatlan nem. civil szerveződés, mint hogy magukat a jelent elkötelezett civilekként apostrofák. Ennél azért nyilván több, ezt még Zsiffer András a Mandine Reheti Juhá. interjújában is alaposan kivesézi. Ő aztán bizonyosan nem együtt tipikus Orbán katona, hogyha fogalmazhatunk így, és még ő is így látja, és így leplezi le ezt a történetet. De most csak azért hoznám ezt be, mert Korányi Dávid behozott most egy reakciót mindarra, ami vele kapcsolatban megjelent a sajtóban, és ő azt mondja, hogy az, hogy valaki pénzt szán egy másik országban a demokrácia és a jogállam megerősítésére, az nem ugyanaz, mint hogyha beavatkozna egy választási kampányba az egyik oldalon. Ne, ja. Meghihetünk-e neki. Vagy Én... ő lehet, hogy tényleg így gondolja. Játszunk el a gondolata, hogy létezik egy mondjuk jobboldali, magát jobboldalinak mondó szervezet, indul a választásokon, Mögötte több apróbb jobboldali konzervatív párt áll, viszont ennek a nagy szervezetnek a vezetője vezeti ezt a listát, és egy moszkvai központú, az oroszországi katonai ipari komplexum képviselőiből és neves publicistáiból, sőt egy egykori budapesti orosz nagykövetből verbúválódó bord szervezete megtámogatja ő, őt 1,8 millió forintnak megfelelő milliárd, milliárd milliárd, 1,8 milliárd forintnak megfelelő rubel, -el. mindannyian csodálkozunk, mindannyian helytelenítenénk, a másik oldalon semmi okunk rá, hogy ne itt tenyünk, és olyan tiszteletre méltó baloldaliak, mint most a Mandineren a címlopos, címlopos interjút adó Siffer András, ezt az egész történetet egyébként megírta, indexen egy kiváló cikkben összefoglalta, és fejtette fel azt, hogy a, a washingtoni mélyállam diplomáciai, gazdasági, infotechnológiai és hírszerzési, sőt katonai komplexuma áll az Action for Democracy mögött, amely ö, olyan szavakat használ egyébként a, a honlapja bemutatkozójában, hogy Magyarország csatatér állam, ahol a demokratikus kultúrát fejleszteni kell. Nem gondolom, hogy ö, Magyarországon, a, vagy azt se gondolom, hogy bármelyik országban, északról, délről, keletről, vagy éppen nyugatról, a demokratikus kultúrát akár szőnyegbombázással, akár pénzesővel fejleszteni kellene. Azt gondolom, hogy az egyes szuverén országokat hagyjuk, hogy ott a nép maga döntsön. Itt nem ez történt. Az, hogy az Action for Democracy mögött áll-e amerikai diplomáciai képviselt. Ebbe nincs okunk szerintem most ezt firtatni. Azt viszont van, hogy hogy lehetséges az, hogy az Action for Democracy korányi Dávid vezetésével nem csak a fővároshoz van, egyébként pénzügyileg is, ez a fővárostól kapta a bérét, amit távmunkába a New Yorkból végzett el, szupermodell felesége oldalán de érdekes összefüggések, na de hát mégiscsak a bajnai hordudvar része. Ott volt azon a tár, tár, találkozón, amikor 2090 bajnai Gordon találkozott Amerikai Egyesült Soros Györgyel része van, köze van a datadat történethez, ami ellen most egyébként nyomozás folyik. Itt egy olyan komplexum van, egy olyan háttér történet van, ami nem demokratikus, nem átlátható, és a népszuverenitásra nem hogy fittyet hány, hanem annak megvalósulását egyenesen és nyílegyenesen akadályozza. Mandinerbe szépen feldolgoztátok, én szerintem nagyon sokat tanultam korányi történet feldolgozásából, hogy egyébként egy, egy amerikai palagáz lobbistáról van szó, és most az orosz -ukrá háború árnyékában az amerikaiak győzködnek minket, hogy tőlük vegyünk nagyon messziről repesztéses. Rengeteg pénzért. Rengeteg pénzért. Itthon technológiája se áll készen az amerikai palagáz felhasználásának. A régi megszakott orosz csővezetékes technológia helyett és akkor még 1,8 milliárd csoki pénz van Márki Péternek, aki azzal kábít minket, hogy amerikai magyarok adták össze a pénzt, mert hogy a bordban ott ül Kati Marton is. Hülyének vagyunk nézve, ami, ami a politikai meccsekben egy teljesen általános dolog, most ezen nem vagyok meglepődve, azon viszont nagyon, hogy ez a háttér társaság egy olyan embert mozgat meg, mozgat be, és használ plakát fiúnak, aki ennyire ostobán kikotyogja, hogy Gajdi Csottót tudom ezen a ponton idézni, aki lótyaszájúnak nevezi ezt, a, ezt az eljárást. tehát ez, 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 a, a büszke fecserész, ostoba embernek a, az eljárása, amit már Zaj Péter csinált, még az övéit is azt hiszem, hogy hülyének nézte. Azt hiszem, nem, nem kedvelik különösebben most már Kizaj Péter, de Tehát ez eddig jobbik, sem volt így. A Jobbik nyilatkozatot adott ki tőle, Gyurcsány Ferenc egyáltalán nem hülye, ő a választások éjszakáján elhatárolódott, a többiek még saját szövetségesei se ülnek már vele egy társaságba. Nem véletlen, nagyon elgalopírozta magát már Péter, de szerintem nem a politológia, hanem inkább a pszichopatológia tárgyköre az, hogy valaki hogy lehet ennyire hülye, hogy egy ilyet kipofáz pestélyesen szólva. Talán majd egyszer ezt is megtudjuk, de Korányi Dávidról a Gergő írt egyszer egy vitriós publicisztikát, nem igen. tudom, emlékszel, ez még az az, idők, az az idő volt, amikor ő... Nem ő... tudtuk, hogy ő milyen nagy ember. É, igen, nem tudtuk még. Igen, hogy... akkor meg azzal foglalkozott főmunkadőből, hogy ugye WhatsApp kapcsolatot teremtett ismeretlen amerikai kisvárosok és a budapesti városháza között, és azt adta el okos város fejlesztésnek, mert a... Budapestieknek erre van egy fedősztorinak. Hogy, fedő hogy ők hiszem. nem telefonon beszélgettek, hanem WhatsAppon. Egyébként nem is praktikusabb, tehát telefonon beszélni praktikusabb szerintem. De ez, de... Az, ez, a, ez, a, ez az átlagnál. főleg, hogy van FaceTime. Tehát e ezek az után... átl átlagnál haladóbb ö, nekünk tanító, nyugati, nyugaton képzett liberális arhetipusa, aki mindig mindent ja. jobban tud, még azt is, hogy ö, azt, azt nézegette, hogy Izraelben például olyan know-how van, hogy rendelhetsz a tengerpartra applikáción keresztül. Ö, magadnak nyugágyat. Hát, Tehát, hogy ilyen, 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 ilyen. Ilyen, ilyen ügyekkel foglalkozott, miközben itthon a Pesti úti idős otthonban haltak meg szegény idősek, romlott, tett, ott ment tropára magyar, a magyar főváros közlekedése, és sokra hatnánk a problémákat, amiket napi szinten szembesültünk. Nem, nem az volt a az volt a legnagyobb megoldás. És szinten. nem is az volt a legnagyobb érdekessége ebből, hogy korányi Dávid miket válaszolt, azt mondta, hogy interjú volt. Hogy miket választott Korányi Dávid. Nem az volt a legizgalmasabb benne, mert dugunalmas volt az összes választ. Tehát semmit mondó volt. Hanem hogy hogy kérdezett a kérdező. Talán nem fogunk emlékezni. Most majd kedves nézők nézzenek utána. Mindegy. Tehát hogy a független telex az hogy kérdezett Korányi Dávidtól. Szerintem ez volt ebben az izgalmas. Nekem a független telex csak az a problémám, hogy miután maguk jelölik meg, hogy milyen forrásból gazdálkodnak, az ember túl sok ngo túl sok holland, német és amerikai forrást talált ott, és az egykori doktori témavezető, mentorom, Tőkéczki tanár úr mindig azt mondta, hogy aki fizet, az húzat. Alig, <hállíg>, hanem hát az, ez az a nagy a is lehet, hogy ja, alig, hanem búlta. ez így van a nagy politikában is, hogyha még akkor utalunk még egyszer az MZP-nek juttatott dollár, guruló dollárokra, de erről majd még szerintem fogunk beszélni, kíváncsian várjuk, a hatósági eljárások is mit tárnak föl, mert lehet, hogy még mindent nem tudunk, bár ez is eléggé rémisztő és szórakoztató egyszerre. Minden esetre nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, különösen Marcinak, de Gergőnek köszönöm. is, a nézőknek a figyelmet, Olvassatok Mandinert, Schmidt Mária új könyvét az orosz-ukrán háborúról mindenképpen ajánlom, ahogy a látószoblogot is iratkozzatok fel, iratkozzanak fel a különböző csatornáinkra, ezt a Youtube-on is érdemes megtenni, és hát ott vagyunk mindenütt, ahol csak tudunk. Köszönjük szépen! köszönjük. köszönjük.